Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen, Mogyoród hívállomásról. Majd az is kiderül mindjárt, hogy miért jöttem ide. De próbálok itt megkeresni egy helyi különlegességet, de addig is nézzünk szét az állomáson. Itt vagyunk a Gödöllő felőli végén. Itt van a hévnak az egyik áramalakítója. Hasonló létesítmény van a Kavicsbányánál. Kistarcsa, Kortház és Ilonatelep között. Ugye látjátok, itt van a tábla, hogy hév áram átalakító. Ugye az 1100 voltos feszültséget egyen áramba itt kapja meg a hév. Ugye ott látszik a betápvezeték is. És itt errefele van maga az állomás, mindjárt azt is megnézzük. És hát az áram átalakító mögött van még egy épület, az szerintem régen szolgálati lakás lehetett. Jó, hát itt van egy gyalogos. Ez egyébként ilyen pár évvel ezelőtt csinálhatták, így emlékszem, 2010 környékén ez még biztos, hogy nem volt itt, vagy legalábbis nem volt ilyen jó minőségű. És ez egyelőtt egy három vágányos állomásról van szó. Az első vágányt már nagyon használják már, ott a két átmenő az ugye itt van. És mindjárt akkor ezt nézzünk, hogy van egy középperon, meg egy szélső, hát a szélsőt azt nem nagyon használják, viszont ez is fel lehet újítva. És hát akkor mindjárt majd elmegyünk arra, és akkor szétnézünk. És itt láthatjátok a MÁV szabványú vért megálló táblákat, ezeket mindet lecserélték az összes állomásért. Szembe látjátok a felvételi épületet. Egyébként ezt régebben nem használták, még egy 10 évvel ezelőtt még biztos, hogy ez itt volt kihasználatlanul, és ez a fedett utasváró se volt ott, hanem itt a mellettünk lévő konténerépületben volt a forgalmi iroda, meg a váróterem is. Ezt meg később meg fogjuk nézni. Még azt ott szembe megnézem, mert nézik, hogy mintha utastájékoztató lenne vizuális ott szembe. De túloldalt ilyen nincsen, ahol most állok. Ja, nem, mert csak messziről tudtunk, ugye ez egy hirdető tábla, amiben éppen nincs most semmi. Hát a szokásos éves utastájékoztató, az meg van menetrendekkel, díjjelvezetekkel, mindennel, és itt vannak a megállók is. És a forgalmi iroda az átköltözött ide. És itt van szemben a konténerépület, régen itt volt a forgalmi iroda ezen a részen. Most ott úgy látom, hogy csak pénztár van. De van egy fel, és egy kiadógép van még ott mellette. Ezt majd közelebbre még azért megnézem. Közvetlenül a hívállomás mellett van egy buszmegálló is, Mogyoród H néven. Gondolom valami helyi járat járhat ide-ki, de mindjárt megnézzük. Ezt nézzétek, hogy Mogyoród hévégállomás. Igen, Újpest városkapura lehet ide eljutni, Dunakeszi, de Fótra is megy innen járat. Meg a Hungaroring, bár az nyilván csak szezonban, de Hungaroring főbejárathoz is megy. És az egyik éjszakai, 992-es éjszakai is itt jár. Cinkotai buszgadástól megy Gödöllőig. Amikor nem is tudtam, hogy ez a járat erre jön. Van a hévállomás. A másik a Szilasliget felőli vége. Ott a régi konténer épület. Pénztár működik benne, de az jelenleg zárva van. Mellette van egy kiadógép, és mellette a váróterem. Hát a volt forgalmi iroda helyén van a pénztár, és a forgalmi iroda az itt van a szélén az épületnek most már. És akkor még elnézünk Szilasliget fele. Erre fele van Szilasliget. Ugye is. És a kettő között van még a már egyszer bemutatott felhagyott Hungaroring nevű megállóhely is.
És hát akkor ez a sévállomás bemutató videó ennyi lett volna, most megyek felfedezni, egyébként elveszett vágány, hát illetve akár annak is lehet nevezni, de vágányokat fogunk keresni Magyarország területén, és remélhetőleg meg is fogjuk találni, úgyhogy az majd a következő videó témája lesz. Úgyhogy ez akkor ennyi lett volna, és akkor sziasztok, majd találkozunk legközelebb.